voltak. Nagyon kutyáért mennek kórházba. Igen, a szuka kutyákat általában az állatkórházban ivartalanítatjuk, és ilyenkor etetés előtt visszük fel a kutyákat a mentőbe, bepakoljuk őket boxokba, és akkor valamelyikünk viszi őket a reggel etetés előtt hordjuk fel azokat a kutyákat, akiket az állatkórházba viszünk ivartalanításra. Ezek általában szuka kutyák. Itt inkább a kanokat csinálja meg az állatorvosunk. Nem és ilyenkor... igaz, erre a helyre mennek, látjátok? Ide mennek. Gyógyszerezés! És itt végigmutogatom nektek, ahogy kiosztom a gyógyszereket, aztán kicsit felgyorsítom, hogy ne legyen annyira nagyon unalmas, elég sok kutyának kell szívféreg gyógyszer, illetve a klion, ahogy láthatjátok, és a telep többi részén is majd lesz még videó. Itt a kis kenel, mi kis kenelnek hívjuk ezt a kenelsort, most itt osztjuk a gyógyszereket. És hát nem mindig zökkenőmentes. Akkor jön a dugós módszer. Jön a dugós módszer. Folytatjuk az új kenelsorral. Aztán az általunk kifutónak hívott kenelsor jön. Erika szorgalmasan dugdossa a virslibe a gyógyszereket. A narrátor szerepében Angyal Erikát hallhatjátok. Kollégina 1, kollégina 2. Egyik gyalogos, a másik autóval. Kollega 3 ott hátul sejlik a messzeségbe. A láthatatlan emberünk. Mi van a hátul? Köszönjük szépen neked is! Itt a kutyaszállító boxokat kellett kipakolni, hogy egy másik kollega el tudja őket fertőtleníteni, hogy majd legközelebb tiszta állapotban tudjuk őket használni. Ahogy láthatjátok, az asszisztens kollégák állandóan megzavarnak minket valamivel. Vigyünk fel egy harapós kutyát ivartalanításra. Bonyuszi fül. Mit csináltál? Hát megskalpoltam a ujjamat. A körmemet a másik oldalról akartam levágni. Ez nagyon, ez csak úgy sikerült. Úgy. És kifolyt a vérem. És sok-sok vérem kifolyt. És fáj, és lüktet, és így csinál. És szar. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmakról. Köszönöm szépen!